A zenei és táncművészeti kuriózumokat felsorakoztató fesztivál szervezői igyekeznek minden évben valami újat nyújtani, és ezáltal a rendezvény Vajdaság kiemelkedő jelentőségű rendezvényei közé tartozik, mondta nyitó beszédében Milorad Bújtár. Az ünnepélyes zenei megnyitó első fellépőjeként a zenei műhelyként összeállított Michael Jeffrey Stevens, amerikai zongorista és Mezei Szilárd kamarakettősen nyűgözte le a közönséget. Zoltán a szervező kiváló feladatra vállalkozott azáltal, hogy ezt a különleges zenét beszeretné mutatni a közönségnek. A zene nagyon fontos a mai világban. Csodálatos dolog, hogy a világ minden tájáról érkeztek ide előadók. Azt követően az Angliából érkező Phil Minton vezette 40 vajdasági jelentkezőből álló különleges kórusa mutatkozott be. Ez a kórus egy olyan talán kísérlet, ami még a környékünkben nem volt, és mi pedig itt tényleg próbálunk minden olyan formának helyet adni, amely új, és hát bízunk abban, hogy az itt lévő vajdasági fiatal művészek kedvet kapnak majd egy-egy ilyen újdonságnak a továbbvitelére, és ebben is szélesítik az ő repertoárjukat, és gazdagítják az itteni kulturális életet. Ma este Nagy József Az, ami című előadásának munkabemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők, de a rendezvény ideje alatt számos zenés, táncos produkciót és kiállítást láthat a nagy érdemű.